A János Hidai Kajos Gábor és zenész barátai néhány évvel ezelőtt advent idején döntöttek úgy, hogy az ünnepvárás hangulatához illő lélekemelő bemutatóval lepik meg a község lakóit. Az amatőr zenészek akusztikus koncertje olyan siker lett, hogy immár minden esztendőben új bemutatóval kedveskednek a helybélieknek. A közös zenélés örömét jászapáti barátaikkal is megosztották. A kapcsolatot azt úgy találtuk meg, hogy én szerettem volna bővíteni a fellépőknek a számát, és körülbelül egy évvel ezelőtt csatlakoztam az Experience zenekarhoz, és meghívtam őket is a zongoresre, amit János Hidán már 5. alkalommal rendeztünk meg a múlt decemberben. És a zenekar egyik tagja, Borbás Zoli, ő kért meg, hogy mi lenne, hogyha ezt az estet elhoznánk ide Jászapátira is, és megmutatnánk a jászapátiaknak. Most kapcsolódtunk be először ebben, mint zenekar, és úgy gondoltuk, hogy a János Hidai sikerre való tekintettel elhozzuk Jászapátira is. Egy úgy hiszem, hogy közösség kovácsoló elővel bíró rendezvény, egy valóban egy lélekmelengető zongorást, ahogyan a meghívóban is szerepelt, és bízom benne, hogy a résztvevők is majd ilyen elégedettséggel távoznak. Mi azon leszünk, bár minden fellépő amatőr, hogy a maximumot nyújtsuk, és valóban egy tartalmas rendezvény legyen ez a ma este. Ezt a rendezvényt, ezt János Hidánra találtuk ki, ott tudott eddig működni. Egyelőre kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog tudni működni János Hidától távol, olyan helyen, ahol a fellépőket személyesen nem ismerik. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyakteste zuhant át a parkon. Megzenésített versek, népszerű dallamok egyaránt szerepeltek a bemutató programjában. Az est közreműködői és szervezői remélik, hogy többször több helyen is bemutathatják az összeállítást. Én remélem, hogy tudjuk folytatni majd a jászság többi részein is, ha lesz erre kereslet és igény. A fellépőkön azt hiszem nem múlik, hiszen mindenki nagyon lelkes, készült a mai estére, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ezt meg is mutassa a nagy érdemünknek.